Pár évvel ezelőtt a levéltárak is a paradigmaváltás időszakát élték át. A zárt levéltár nyitott közgyűjteményé vált azáltal, hogy társadalmi igény jelentkezett arra, hogy betekintsenek az iratokba, a kutatásokba és tanulmányköteteket jelentessenek meg. A könyvkiadás elindítása dr. Gyarmati Zsigmond, a nyitás és a szolgáltató levéltárá válás dr. Nagy Ferenc igazgató nevéhez fűződik Nyíregyházán. A jelenlegi vezető június elején vette át a Bősze Sándor díjat a Magyar Levéltárak vezetőinek tanácsától. Az elismerést kiváló szakmai munkájáért kapta. Végre a levéltárra is ráirányulhat egy kicsit a figyelem, hiszen a levéltár egy zárt intézmény volt nagyon sokáig. Nem lehetett tudni, hogy ott történik valami, de mi a kollégákkal és dr. Nagy Ferenc igazgatóval még néhány évtizeddel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a levéltár ajtaját, és megmutatjuk, hogy mindazok az iratok, amelyek nálunk vannak, azok fontosak, azok a napjaink részei, és ezeket meg kell őrizni, mert nem csak levéltárban vannak értékes iratok, hanem még kint magánembereknél is, és ma, mikor költözünk, kisebb lesz a lakás, illetve már nem is ismerjük az elődeinket, akkor feleslegesnek tűnhet egy-egy irat, és mindenkit arra biztatunk, hogy hozza be, hiszen ha kárpótlást akarunk kérni, vagy családot kutatni, vagy településtörténetet kutatni, akkor abból tudunk, abból az iratból, ami a levéltárban van. Kujbusné dr. Mecsei Éva 35 perc című műsorunkban kiemelte, országos szinten a nyíregyházi intézmény volt az első, amely kinyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A Szabolcs megyei levéltárban jelenleg egy 23 ezer kötetes, könyvritkaságokat is magába foglaló szakkönyvtár és kutatóterem működik. A levéltár ügyfélszolgálata a hét mindennapján fogadja a levéltári adatok közül másolatot, adatot vagy információkat kérőket. Legtöbbször bizonyítványmásolatokat és építési iratokat keresnek, gyakran adnak különböző témában hivatali és kutatói tájékoztatásokat. Az elmúlt években sokan keresték meg a levéltárat, hogy segítséget kérjenek háborúban elhunyt, megrokkant katonai és civil elhurcolt elődeik és rokonaik felkutatásához. Nagyon sokféle irat lehet kint a magániratok között. Például volt nemesi családok komplex nemesség iratait kaptuk az utóbbi időben ajándékba, de vannak olyan végrendeletek, családfák, és bármilyen magánjellegű levelezés, aminek közérdekű tartalma is van, érdekes lehet a helytörténet számára. A levéltár kutató szolgálata heti háromszor működik, a munkatársak szakmai tanácsokkal is segítik a kutatók munkáját. A legtöbb esetben családfák és települések történeteit keresik a levéltárban.